Üdvözlet mindenkinek! 2018. 10. hó 30-án ez az éleadás az Infobubble 2-es csatornán. Remélem mindenki nagyszerűen van, és ezúttal annak ellenére, hogy technológia volt a téma hosszú-hosszú időn át, meg szerettem volna mutatni egy videóklipet is, illetve kettőt azóta találtam. És mivel ennek a témája a média, illetve azok a hazugságok, amik a médiában előfordulnak, így nem tudom, hogy mennyi időre, de most, ma mindenképpen ezzel fogunk foglalkozni. Aztán lehetséges, hogy visszatérünk a technológia, új világrend, illetve a maga fenevad bélyege is, és hogy hogyan is fog kialakulni ez az új társadalom, témakörhöz azonban most egyelőre ezt fogjuk megnézni. Üdvözlet mindenkinek, aki már is itt van. Még néhány percet várunk annak érdekében, hogy aki szeretne csatlakozni, az mind ide találjon, azután pedig el fogjuk kezdeni. Addig azonban, hogy senki ne unatkozzon, néhány érdekességet megosztanék. Csak egy pillanat türelmet kérek ahhoz, hogy ezt össze tudjam hozni, mielőtt elkezdjük magát a média megtárgyalását. Nagyszerű. Oké, szóval amíg várakozunk, ezt akartam. Másikat. Szuper. Ezt akartam megmutatni addig. Ez egy érdekesség, hogyha valaki esetleg beszél angolul, akkor azok számára különösen érdekes lehet. Ez egy regény, ami a képről kiderül. 1893-ban adták ki Lee and Shepherd kiadó Bostonban, és a címe az, hogy Baron Trump's csodálatos földalatti utazása. Ugye az érdekesség ebben az, hogy Donald Trump legfiatalabb fiát Baron Trumpnak hívják. És ez a regény mint egy 120, hanem 130 évvel ezelőtt jelent meg, ami az ő utazását, Baron Trump utazását írja le, amint Oroszországba átugrik tulajdonképpen az Egyesült Államokból. Ez az egyik, de megmutatom ezzel kapcsolatban, mit ír a Daily Wire. Ugye ők ezzel a könyvvel kapcsolatban Baron Trump csodálatos földalatti utazása. Ez az arisztokrata fiú egyébként a Trump kastélyban él, ugyanúgy, ahogy a Trump rezidencia az ugye a Trump Towerben, vagyis a Trump toronyban van. És Don az ő társa ebben a regényben, ugye Don utal Donald Trumpra, úgy mint Don, Baron Trump, Donald Trump fia, aki 11 éves, és ugye ebben a regényben, ez ugye Ingersoll Lockwood regénye, 19. század végén írta ezt, és ez egy gyermekkönyv, ez az egyik Baron Trump csodálatos föld alatti utazása, ez 1893-ból, és a másik pedig Little Baron Trump, azaz kis Donald Trump, és az ő csodálatos kutyája Bolgár. Ez pedig 1890-ből. Még ők is megjegyzik, illetve hát a Daily Mail szintén megjegyzi azt, hogy nagyon furcsa egybeeséseket lehet felfedezni a valóság, a mi valóságunk, ez mindegy 120 évvel később, illetve a regény valóságok között.
És az egyik az, hogy egy gazdag arisztokrata fiú életét meséli el, aki a Trump kastélyban él, és őt, illetve ő fog Oroszországba utazni, a regényben Oroszországba utazik egy Don nevű ember segítségével. Következő másik pedig az, hogy ugye természetesen ez egy hihetetlen kaland a kis Baron számára, és érdekes módon a Trump családnak a mottója a könyvben, ebben a könyvben, ebben a regényben, az a következő: a dicsőséghez vezető út az bukásokkal, illetve veszélyekkel van teli. Ez az ő mottójuk. Egyébként azt próbálom megnézni, hogy mi az, ami... Igen, Oroszországba utazik annak érdekében, hogy megtalálja a titkos alternatív dimenzióknak a bejáratát. És ez tulajdonképpen az ő utazásának a célja. A regény során egyébként november, a regény maga novemberben kezdődik, és az egész ország tulajdonképpen egy forradalom közeli állapotban van a választások után. Mivel a választásokon egy úgymond külső jelölt volt az, aki sikeres volt, illetve hát vezette a listákat. Körülbelül úgy, ahogyan Donald Trump maga is egyébként a történet szerint, a valóságban levő történet szerint sikeres volt a választásokon. Az egész keleti oldal ugye teljes mértékben zűrzavarban van, rendőrség az utcákon, illetve mindenkit figyelmeztetnek arra, hogy éjszaka maradjon otthonában, különböző bandák fosztogatnak az utcán, illetve anarchisták és szocialisták szintén részt vesznek ebben a felkelésben. Ezen kívül betörnek a házakba azért, mert ugye úgy érzik, hogy a gazdagok azok az egész társadalmat kihasználták hosszú éveken át. Ez úgy értem, hogy ez a történetnek a háttere, a regénynek a háttere, amiről most szó van, nem a valóság. Annak ellenére, hogy a valóság eléggé hasonlít ehhez. És az ötödik sugárúton ez a hotel volt az első, amelyik áldozatul esett ennek a fosztogatásnak, és ezek után ugye innen haladt tovább a káosz. Érdekes módon ez a hotel ott található a regényben, ahol ma a Trump Tower, azaz a Trump torony található, az irodaház, amelyben Trumpnak a rezidenciája, illetve az üzleti központja van ma. Ugye a kérdés az a regényben, hogy a katonaság vajon időben ér-e oda, hogy megmentse mindezt az épületet, mind pedig az egész államot a káosztól és a fosztogatástól. Úgyhogy nem tudom, hogy ez hogy nem lehetséges, hogy mi ebből a tanulság, de ez a története, ez egyébként a regény címe, az utolsó elnök, amiről most szó volt, ez ugye amiről mindeddig beszéltem, ez a története az utolsó elnök című filmnek, ez egyébként Lockwood regénye. Ez már egy másik, ugye az előző volt Baron Trump csodálatos utazása, amikor a kisfiú Oroszországba megy, és az utolsó elnök az, amit most leírtam az előbb. Még annyit hozzá akarok tenni, hogy meg akarom nézni, hogy mi az, amiről még itt beszélnek. Így van, az elnök
hazáév, tehát az elnök szülővárosa az New York, és a köztársaság a regényben közel áll az összeomláshoz, pontosan azután, amikor az elnöki hatalmat ugye átengedték az új vezetőnek. Az amerikaiak egy része pedig ellenállást formál, egy szervezett ellenállásba kezd, tüntetnek a korrupció, illetve állítólagos választási csalások miatt. Ez az utolsó elnök című regény. Esetleg, ha valakit érdekel, akkor megmutatom magát a regényt, hogy hogy néz ki. Pillanat. Ez 1900, vagy az utolsó elnök. Ez a regény címe, és ez Ingersoll Lockwood regénye. Ez egyébként megtalálható online, ha jól látom, és ez a kongresszusi könyvtárban található. 1896-os ez a regény. Ugye a másik, a Baron Trump, az 1893, illetve 90 volt. Ez pedig az utolsó elnök, vagy 1900, és ez 1896-ból. 120 évvel ezelőttről. A világ tele van érdekességekkel, hogyha az ember nyitva tartja a szemét. De most kezdjük is el akkor szép lassan a videókkal, mert attól tartok, hogy megint ki fogunk futni az időből. Úgyhogy... Hát kezdjük ezzel, ez egy rövidebb lesz. Hogyha esetleg valakit érdekel, akkor ez Eva Bartlett, aki beszélni fog, csak néhány percet fogunk megnézni ebből. Ez a Russia Today egyik tudósítása. És az úgynevezett fehér sisak, vagy nem is tudom, minek hívhatják ezt magyarul, de a White Helmets-ről fog beszélni, illetve arról, hogy az egész White Helmets az tulajdonképpen egy hoax. Úgy, ahogy én azt már mondtam nagyon régen, meg az összes többi dolog egy hoax, de most hallhatja mindenki egyébként a Russia Today tudósításából. In terms of the demonization of the Syrian army and government, this is all part of the process of trying to convince the Western public to back, Western administrations in supporting groups like the White Helmets, which pretend. És amiről beszél az, hogy a Szíriáról érkező tudósításoknak a célja az, hogy meggyőzze a nyugati lakosságot arról, hogy a rezsimet le kell váltani, azt a rezsimet, ami Szíriában jelenleg a hatalmat gyakorolja. To be Syrian rescuers, but which have received over $20 million from the US, $20 million from the UK. És ez a White Helmet egyébként 20 millió dollárt kapott az Amerikai Egyesült Államoktól, illetve 20 millió dollárt az Egyesült Királyságtól. And 60 million, together from various EU states. És a többi EU-s országtól még pluszba ezen belül 60 millió eurót. And what they're essentially doing, these White Helmets, and I really want to stress this point because it's part of the overall scheme of propaganda and demonization. És a White Helmets az nem más, mint a propaganda és a rezsim lejáratásának a része. A White Helmets az a propaganda és a rezsim lejáratásának a része. They're White Helmets by day and terrorists by night. You see. Ők a fehér sisakosok nappal, és éjszaka viszont terroristák. Many of these people that are dressed in their pristine white outfits and white helmets that pretend to be rescuing civilians, in other instances you see the same characters holding their weapons and posing as rebels. És az egyik alkalommal ezek ugye mint segélyszervezet, ezek az emberek úgy szerepelnek a videókon és a képeken, a másik alkalmakkor pedig úgy, mint terroristák fegyverekkel. These have been well documented by various authors, including my colleague Vanessa Bailey. Ugye arról beszél, hogy ezt a jelenséget többen is már megtárgyalták eddig a kutató munkáik során. And this is the scandalous hypocrisy of the West. Not only has the West been funding and training and arming terrorists to go in.
És arról beszél ugye most, hogy ez a nyugati országoknak a botrányos viselkedése, hogy nem csak, hogy létrehozzák, támogatják és irányítják ezeket a terror szervezeteket, de lejátszom még egyszer. The hypocrisy of the West, not only has the West been funding and training and arming terrorists to go into Syria and to see the West, not only has the West been funding and training and arming terrorists. Ugye arról beszél, amiről én beszélek a kezdetektől fogva? Az összes ország együtt dolgozik annak érdekében, hogy létrehozzák az új világrendet, és ez az, amiről Eva Bartlett most beszél. Ezek az országok, úgy mint az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia, az EU, akik ezeket a szervezeteket, úgy mint a Fehér, White Helmets, vagy ISIS, az Iszlám Állam, teljesen mindegy, Al-Qaida, létrehozzák, és utána szponzorálják, kiképzik ezeket az embereket, és támogatják annak érdekében, hogy ezt a geopolitikai sakkjátszmát úgy tudják levezényelni, hogy annak a végeredménye az legyen, hogy az egész lakosság és az egész világ együttesen akarja ezt az új rendszert, amit mi új világrendnek ismerünk. To go into Syria and to behead and slaughter Syrian civilians, but now the West wants to award the White Helmets with the Nobel Peace Prize. És most ott tartunk, hogy ugyanúgy mondtam, hogy minden egy hoax, az egész világ tulajdonképpen egy hoax, ugyanúgy a Nobel-díj is az, hiszen különben nem kaphatta volna meg azt Obama, vagy Kissinger, vagy a White Helmets, aki ugye jelölést kapott a Nobel békedíjra. And this is, again is a group of terrorists that operate solely in terrorist districts of Idlib and eastern Aleppo. And és ezek terrorista csoportok, úgy mint a Fehér Sisak vagy a White Helmets, és ezek azokban a részein működnek Szíriának, ahol ami terrorista irányítás alatt áll. They are, have been known to pose with the dead bodies of Syrian soldiers. They are not neutral, they are not impartial, but they are surely a tool of propaganda and regime change. So és ezek eszközei a propagandának, illetve a rezsim lejáratásának. Back to the bigger picture. The bigger picture is not about Syrian security, because if it was, then the West. És az egész szíriai háború lényege, a nagy kép, ugye amiről beszél, magyarul az, ami a háttérben történik, annak a lényege az a rezsimnek a megszüntetése és propaganda gyakorlatilag. West and the Gulf, well, let's just stick with the West, would have to respect the fact that the Syrian people have chosen their government, even if they want political change in the future. És ugye ezek után elmondja azt, hogy a szíriai állampolgárok ezt a rendszert, irányítást választották, és ezt akarják, hogy működjön az országban. Szóval nekünk nem lenne, illetve hát gyakorlatilag nincs, nem az, hogy nekünk, hanem egyáltalán egyetlen országnak sincs joga ahhoz, hogy bemenjen aztán abba az országba, és ott mindenféle változásokat eszközöljön. Illetve hát ráerőltessen ezekre az emberekre. De ez az egész dolog egyébként sokkal súlyosabb lesz, legalábbis az én megítélésem szerint, a következő videóban, amit meg fogunk nézni, ahol szintén Eva Bartlett az, aki elmondja a véleményét, és én egy percig sem mondom azt, hogy neki el kell hinnünk mindent, vagy ugyanúgy Russia Today, vagy ő része ennek az egész nagy színjátéknak. Azonban az nem azt jelenti, hogy amit mond, az nem az igazság. Vagy az nem azt jelenti, hogy egyáltalán senki nem mondja el az igazságot. Üdvözlet mindenkinek egyébként, aki most csatlakozott be, és arra hagyj kérek már meg mindenkit gyorsan, hogy a linket ossza már meg a különböző csoportokban, ha tudja. Szóval csak azért, mert része ennek a rendszernek, és ezért is mondtam el már olyan sokszor, hogy azt akarják, hogy tudjuk az igazságot. Különben nem tudnánk. És ha ezt nehéz feldolgozni valakinek, hogy miért is akarják ezt, akkor ezt is elmondtam már, de hát ha sikerül megérteni minél több embernek. Az előző regényekkel is azt akartam bemutatni, hogy ők azt akarják, hogy tudjuk az igazságot. Nem a teljes igazságot,
hanem az igazságnak azt a részét, amit ők meg akarnak velünk osztani, annak érdekében, hogy a társadalmat fel tudják tüzelni. Ez az, amiről írt az előbb az utolsó elnök, 1900 vagy az utolsó elnök című regényében Lockwood 120 évvel ezelőtt. Nem véletlen, hogy a szituáció, amit leírt akkor, az hasonlatos ahhoz, ami most van. Én nem azt mondom, hogy pontosan tudták, hogy Trump lesz az, vagy ott fog lakni, bár úgy tűnik, hogy igen, hiszen pontosan azt írta le, ami történik. Ők sokkal inkább a szituációt értik, ami szükséges ahhoz, hogy ezt a változást létre lehessen hozni. Szóval értse meg mindenki azt, hogy nem kell nekik mindent pontosan tudniuk. Nekik elegendő tudni azt, hogy mi az a társadalmi, szociális közeg, ami ahhoz szükséges, hogy ezt a rendszerváltást létre lehessen hozni. És az az, amit leírt ott, az az, ami most van. Mindenkinek részt kell vennie ebben az általános forradalomban, felkelésben, a rendszer ellen, ebben a felháborodásban azért, hogy minél nagyobb káosz legyen, és aztán abból rendet lehessen csinálni. Ehhez persze hozzá fog csatlakozni a nemzetközi helyzet, a különböző betegségek, az éhínség, a háború következtében fellépő káosz, de én szerintem jelzésértékű az, hogy ők ezt akkor ilyen pontossággal tudták, és talán az egyszerűségét is mutatja ez a szituációnak az ő szemszögükből. Hiszen nekik csak létre kell hozni azt a társadalmi-gazdasági rendszert, illetve szituációt, ami támogatja, mint egy ilyen inkubátora ennek a változásnak, amiből meg tud születni ez az új világrend. És ez az, amit ez a regény nagyszerűen bemutat. Most azt, hogy hasonlít a mi valóságunkra, vagy sem, vagy akármi, az annyira nem is megdöbbentő, mint az, hogy mennyire tudták már akkor, hogy mi az a légkör, amit teremteni kell ahhoz, hogy létre tudják hozni azt, amit ők akarnak. És most már mindenki látja, hogy ez az, ami történik. Ez tagadhatatlan, hogy a helyzet, amiben vagyunk, az több, mint problematikus, legalábbis a számunkra nézve mindenképp. De ezért is mondtam már el annyiszor, hogy semmiképp ne vegyen részt senki ebben az egészben. Úgy értve, hogy a rendszer megváltoztatásában, mert a rendszert nem lehet megváltoztatni. Ez ha 100 éve leírták a regényben, akkor vajon mikor tudták már? Nyilván nem akkor. Ha ennyivel előttünk járnak, akkor minek harcolni a rendszer ellen? Azt hiszi valaki, hogy ezt meg lehet majd állítani, teljesen fölösleges részt venni ebben a káoszban, vagy a háborúzásban, vagy az erőszakban, vagy a tüntetésben, vagy a petíciókban, a szavazásban, meg ebben az egész rendszerben. Aki részt vesz benne, az része a problémának így vagy úgy, még akkor is, hogyha azt hiszi, hogy ő ellene harcol. Nem lehet ez ellen harcolni. Ebben csak két vagy több vesztes oldal lesz a vége. De nézzük, hogy mi is az, amiről beszél Eva Bartlett, és megpróbálom ezúttal, hogy megpróbálok a végére járni egy adás alkalmával, de nézzük. Jaj, mellesleg még azt hozzáteszem, hogy ez egyébként Eva Bartlett, ugye ő egy független kanadai újságíró, aki sajtótájékoztatót tart az Egyesült Nemzetek előtt, és ez 2016. december 9. Úgyhogy ez nem akárhol van, hanem az Egyesült Nemzetek előtt van az, amiről most beszél. On something that Sarah Flounders mentioned, which is that today in the General Assembly, the representative of my country, Canada, is raising or has raised a resolution which is not about human rights, it's not about the people of Syria. It's a resolution meant to point fingers and to vilify the governments of Syria and Russia. És arról beszél, hogy a kanadai képviselő az egy olyan beadványt tett közzé, ami ennek a célja egyáltalán nem az, amiről ők beszélnek, hogy humanitárius célok, illetve a helyzet javítása, hanem pontosan ellenkezőleg propaganda, illetve
a szíriai rezsimnek a lejáratása. And this resolution relates to a UN Security Council resolution that was vetoed by Russia and China some days ago. That resolution pertained to another useless ceasefire in Syria, which would have no bearing on, bring no good to the people of Syria, and which follows a week of liberation of areas of Aleppo, which now amounts to about 95% of areas of Aleppo that have been occupied for years by terrorist factions. És ugye, amiről beszél az az, hogy Oroszország, illetve Kína volt az, aki megvétózta a korábbi beadványt, ami szintén egy tűzszüneti megállapodással volt kapcsolatban egyébként. Ezután ő belemegy abba, hogy a tűzszünetnek nincsen semmi értelme, hiszen maguk a tűzszünetnek a követelői, akik ugye az úgynevezett nyugati országok, mint Nagy-Britannia, az Egyesült Államok, illetve az EU, azok, akik megszegik a tűzszünetet, és ezzel a problémát okozzák, és ők azok, akik a menekülteket tulajdonképpen megtámadják. So at this time, when 100,000 civilians in these areas occupied for years by terrorist factions have been liberated, the UN, parties in the UN wanted to impose another ceasefire. And I want to remind people why these ceasefires are indeed pointless. Most mondja, hogy miért is ez a tűzszüneti megállapodás miért is értelmetlen. The last ceasefire in September was from the very start negated by 20 main terrorist factions who declared they were not going to participate. Ugye több mint 20 terrorista frakció volt az, aki nem volt hajlandó részt venni ebben a tűzszünetben a legutóbbiban. From the very beginning violated the ceasefire over 300 times during the duration of the ceasefire, and not only these terrorist factions, while the Syrians and while the Russians adhered to the tenets. És Szíria, illetve Oroszország volt, az oroszok, illetve a szírek voltak azok, akik tartották magukat a megállapodáshoz annak ellenére, hogy több mint 300-szor megszegték azt a terroristák. But the American-led coalition itself violated the ceasefire. Ugyanúgy, ahogy az amerikai koalíció és annak a csapatai szintén nem tartották be a tűzszüneti megállapodást. By targeting Syrian army positions in Deir ez-Zor, killing at least 83 Syrian soldiers. És mintegy 83 szíriai katonát megöltek azokban a támadásokban a koalíció katonái, akik ugye kérték, hogy tűzszünet legyen. In a prolonged attack that lasted nearly one hour and which enabled ISIS to overtake that position. Úgy, hogy ezen támadások eredményeképpen ISIS képes volt ezeket a pozíciókat megszerezni. Arról beszél, hogy tűzszüneti megállapodást kérnek, aztán megtámadják az ellenfelet, segítvén ezzel a terroristákat, és ez a nyugati koalíciónak a csapatai. És még egyszer mondom, ez az egész egy nagy sakjátszma, ez az egész egy hoax, ugye nem, hogy minden Oroszország meg az USA együtt dolgozik, de azt szeretném, hogyha mindenki megérteni, hogy szeretnék, hogyha tudnánk ezt, ilyen vagy olyan okok miatt, amit az előbb felvázoltam, ez az egyik, a másik pedig az, hogy az emberek olyan szinten vannak, hogy itt az igazság, elmondja nekik ő, már hány videóban megmutattam a különböző riportokat, meg nyilatkozatokat, ahol mindenki ugyanezt mondja a kivétel nélkül, és ennek ellenére a legtöbb ember még mindig azt mondja, hogy ez egy összeesküvés elmélet, és ennek semmi értelme nincs, és nekünk ezt az alumínium sisakot kell viselni, ezt a fóliát, mert mi őrültek vagyunk. Mikor itt van egy újabb bizonyíték el. So this is one reason why a ceasefire is pointless at this point in time. There is no faith that any of the parties, that the US and Western leaders who have funded these terrorists, there's no faith that they can actually control the terrorists and get them to adhere to a ceasefire. És ugye senki nem hisz már ezekben a tűzszüneti megállapodásokban, pont azért, mert a koalíció az, aki ezeket megszegi. And the people of Aleppo want Aleppo to be completely freed. And I speak having been to Aleppo 4 times, and this is the will of people in Aleppo. És ő azt mondja, ugye, hogy több mint, vagy hogy négyszer volt Aleppóban, és ott az emberek azt szeretnék, hogyha a koalíció elhagyná ezt a területet, illetve hát, hogyha felszabadulna a város. És visszatérne oda az az élet, amit ők választottak, ami pedig a jelenlegi szíriai rezsim. So on that note, I'd just like to talk about, briefly, I've been to Syria 6 times since 2014, 2 of which were with international delegations, and 4 times were independently on a visa. Kétszer volt egy nemzetközi delegáció keretein belül Szíriában, és négyszer, mint független tudósító 2014 óta, ez 2016-os ez a nyilatkozat, tehát abban a 2 éves periódusban. I applied for, paid for, and waited for. My trips have been self-funded or fundraised, and I've gone at my own risk and been able to travel freely in the country to areas I wish to travel to. I've been many times to Homs,
Dumalula, to Latakia, Tartus, Siath, Sueda, and again Aleppo four times. Ezekben a különböző városokban ő meglátogatta az embereket, illetve riportokat készített vele, saját költségén utazott, illetve teljesen szabadon tudott mozogni az országban. And I mention these because I think it's important people realize I have, in, wherever I've gone, I've spoken in Arabic to the people I'm speaking with. What Donna, what Sarah have said, that the people support their army and government is absolutely true. És azt mondja, hogy ugyanúgy, ahogy a korábbi beszélők előtte, ő is azt erősíti meg, hogy az emberek, akikkel ő kapcsolatba került az utazások során, azok egyértelműen a szíriai kormányt támogatják. Whatever you hear in the corporate media is the complete opposite. És mindaz, amit a médiában hall az ember ebben a cégektől, a média cégektől, az ellenkezője annak, ami a valóság. And on that note, what you hear in the corporate media, and I will name them BBC, Guardian, New York Times, etc. BBC, The Guardian, New York Times, amit ezek közölnek, on Aleppo is also opposite of reality. Az a valóságnak az ellenkezője. Magyarul egy hazugság. De nézzük meg akkor sfortune.com. És arról írnak, amit már korábban megmutattam, de megmutatom még egyszer, 6 cég kontrollálja az Egyesült Államok médiáját. Ez az a 6 cég, és talán meg tudom mutatni. Itt látható a bevétele is, ez a Comcast, az egyik, AT&T, CBS, 20th Century Fox, Disney, illetve Viacom. A Viacom tűnik a legkisebbnek, 13 milliárd dollár bevétellel, azután 20th Century Fox, 29 milliárd, Disney 55 milliárd, Comcast 85 milliárd, és AT&T 190 milliárd dollár az éves forgalma ezeknek a cégeknek. És ők azok, akik mindezeket a kisebb csatornákat, amiket itt látunk, kontrollálják. Szóval mindazok a hírek, amiket látunk, illetve ők látnak, abban az ország. Egyébként ugyanígy van az Európai Unióban, meg az egész világon meg fogom mutatni ezt is. De ezek a hírek, illetve ezek a műsorok gyakorlatilag ettől a hat, ebből a hat forrásból, CBS ugye itt van még 14 milliárda, ebből a hat forrásból érkezik. És az a rengeteg választék, amit itt láthattok, ez a rengeteg csatorna, ez mindennek a néhány cégnek a terméke. Úgy, mint a Disney animáció, a Lucasfilm, a Touchstone, Pixar, ABS, Marvel, Disney Pictures, ez mind-mind a Disneynek a vállalatai. ESPN, Marvel, a Marvelnek ugye ez a képregény része, ezek mind ugyanoda tartoznak. Egy cég. Szóval azok a filmek, amik a Pixar-tól jönnek, ami a Toy Story volt, többek közt meg ezek, az összes. A Star Wars, ami ugye Lucasfilm, az most már szintén a Disneynek a tulajdona, a Marvel képregények, illetve az abból készült akciófilmek, ezek egy gondolatvilágot tükröznek. És azért ilyen egyszerű manipulálni az embereket, mert elegendő kontrollálni az információnak az áramlását, és akkor onnantól kezdve egyszerű az egész világot irányítani. Ez az a hat cég, ugye erről szól maga ez a cikk, amelyik az egész Amerikai Egyesült Államoknak tulajdonképpen a médiáját kontrollálja. De nem is akarok ezzel többet foglalkozni. Egyébként ugye, aki ismeri a Netflixet, azt tudja, hogy Netflix szintén bekapcsolódott ebbe a versenybe, ugyanúgy, ahogy az Amazon, az Apple, a Facebook, illetve a Google. Úgyhogy ezek még pluszba hozzácsatlakoznak, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy itt bármiféle bizalom alakulhat ki feléjük, hiszen ezek a cégek egy célt képviselnek, és az ugyanaz, amiről
már számos alkalommal beszéltem korábban. Az pedig egy egységes világrendnek a létrehozása, ahol gyakorlatilag ezek a cégek és az ezekből létrehozott uralkodó elit fogja a világot uralni. Legalábbis ez az ő elképzelésük. Úgyhogy valóban a világot a pénz motiválja, de egy sokkal fontosabb és egy sokkal érdekesebb történet az, ami a háttérben zajlik, illetve ott bontakozik ki. Csak sajnálatos módon az emberek többsége nem hajlandó megérteni ezt, de így vagy úgy, előbb vagy utóbb kénytelen lesz elfogadni a tényt. Aleppo since 2012 has been inhabited by different terrorist factions, among them al-Nusra, among them the so-called Free Syrian Army, which has committed the same heinous acts of terrorism as al-Nusra, as ISIS, as Ahrar al-Sham, as Nur al-Din al-Zinki, which beheaded a 12-year-old Palestinian child, and somehow is still deemed moderate. És Aleppo az évek óta terrorista szervezetek által megszállt terület, ahol mindenféle frakciók azok, amik felosztották ezt maguk között, és terrorizálják ott ugye a lakosságot. Since 2012, these areas of Aleppo, which have now recently been freed, their occupation by these terrorist factions has meant Greater Aleppo, the 1.5 million plus population of Greater Aleppo, have suffered sieges, denying them food and medicine. They've suffered for years a want of electricity and water, and they've suffered daily bombardment by these terrorists. És az egész város, ugye, ez egyébként 1,5 millió ember, of mortars, of gas canister bombs, which are improvised and made locally, of water heater bombs, which are even more powerful and can level floors of entire buildings, of conventional weapons like Grad rockets supplied by the West, and etc. Szóval ez a város mióta, 2012 óta a terrorista szervezetek tartják megszállás alatt, a nyugati országok támogatásával, a terroristák a nyugati országok támogatásával képesek voltak ezeket a különböző fegyvereket bevetni ott, amiket nem tudtak volna megszerezni, hogyha ehhez nem biztosítanak nekik hozzáférést az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia, illetve az Európai Unió országai, ez az egyik. Ezen kívül az egész város szükségállapotban van, gyakorlatilag 2012 óta, és a legszükségesebb alapvető infrastruktúra is akadozik, ugye úgy, mint élelmiszer, víz, illetve ehhez hasonló. As I said, they've suffered these attacks on a daily basis, and even now, because there are still Western-backed terrorists in pockets of Aleppo, there are still mortars and gas canister bombs raining down. És még mindig ugyanez a helyzet, sőt, azok a gáztámadások, amikről mi azt gondoljuk, hogy az Assad kormány, vagy hát nem tudom, ki az, aki azt gondolja, de a média ezt mondja, hogy az Assad kormány követi el őket, azokat szintén a nyugati támogatással működő terrorista szervezetek hajtják végre, mind a mai napig, ami ugye akkor 2016 decemberre volt. And people are still dying in Aleppo. This is another reason why the liberation and securing of these areas is imperative, because that will actually bring peace to Aleppo. Now, my colleagues here mentioned the nature of unity in Syria and the fact that Syrians see themselves first as Syrian before any sect. This is an important point, because our media and the Gulf media has made Syria out to be sectarian, which is something the Syrians themselves have denied. But it's a tool to make people confused, it's a tool to make people believe that it's Sunnis against Bashar al-Assad. És ugye amiről beszél az, hogy az a nézet, miszerint a Szíriában ez az ellentét található a szunni iszlám, illetve a rezsim között, és az a másik dolog, hogy a szírek valamiféle függetlenséget szeretnének olyan értelemben, hogy egy világiabb életformát, az egyáltalán nem igaz. When in fact, bear in mind that Aleppo is overwhelmingly Sunni and is with the government and is with the army and is suffering. És a Sunni, és Aleppo maga az Sunni iszlám többségében a lakosság, és Assadot támogatja, és egyáltalán nem szeretnék azt a fajta életformát, amit a nyugati világ képvisel. From the terrorists who declare that they are liberating the city in Syria.
és együtt harcolnak Assaddal a terroristák ellen, akik azt mondják, hogy fel akarják szabadítani Aleppot. Szóval, ha valaki felfogja ezeket a dolgokat, akkor látnia kell azt, hogy ami történik az, hogy mindkét oldalt, illetve hát nem két oldalt, hanem számos oldalt, mert ugye több mint 20 terrorista szervezetet említett ő, mennyi lehet még a valóságban. A lényeg az, hogy minden egyes szervezeted egy központ irányít, és tart fenn úgy anyagilag, mint az eszközöket, illetve az információt és a kiképzést. Minden oldalt ők irányítanak. És így fenntartható a háború, hiszen úgy manipulálják a helyzetet, ahogy akarják. A lényeg a háború maga. Other points about Aleppo are hospitals in Aleppo have been attacked. I'm sure you've heard in the media that most bele fog menni abba, hogy különböző kórházakat megtámadnak, és utána a média azt mondja, hogy nincsen elég például gyermekorvos. Mert mindjárt, hogyha megtalálom, hát ha pont ott állt meg, elmondja, hogy mi az igazság ezzel szemben. Yalkut's Hospital, which in a concerted effort all media said was attacked and targeted and badly damaged by either the Syrians or the Russians. In fact, the Russians had satellite imagery showing that this hospital was in the same shape that it was in. És a média ugye valamelyik kórházról, egy konkrét kórházról beszél, és azt mondja, hogy a médiában mi úgy tudjuk, hogy ezt a kórházat elpusztították az oroszok, míg az orosz idézőjelbe téve a műhold felvételek bizonyítják, hogy ez a kórház még mindig áll. 2015, no difference. Therefore, it was not attacked. 2015 októberében. Later, The Guardian, which is a prominent British newspaper, actually said the Al-Quds hospital that it had alleged months prior to be attacked and destroyed was treating victims of so-called chemical weapons attacks. Úgy, hogy a The Guardian arról számolt be, hogy ez a kórház, amiről azt mondták néhány hónappal azelőtt, hogy lerombolták az oroszok a légitámadások során, ez betegeket lát el. Amire ő ki akar térni, az, hogy a média egyáltalán nem következetes még a hazugságokban sem. So even the media that is lying is inconsistent in their lies. But there have been hospitals attacked. És a lényeg egyébként az egészben az, hogy a média hazudik tulajdonképpen a tudósítások során. Az, ami a médiában van, az nem más, mint propaganda. I went to the Al-Dabit Hospital, which is in Aleppo City. It's a maternity hospital. It was attacked on May 3rd and three women were killed. You would think this would be something raised at the UN or by so-called human rights groups, but it was not. In December 2013, the Kindi Hospital was attacked and destroyed. It was the largest and best cancer treatment hospital in the Middle East. It was destroyed by al-Nusra terrorist truck bombings. And in fact, in recent media reports on Aleppo, again alleging Syrian or Russian strikes on hospitals, Fox News actually had the audacity to use a photo of al-Kindi Hospital and allege that this is in eastern areas of Aleppo and that this hospital had been attacked by Syrian or Russian strikes. A másik az, amiről most beszélt, hogy a Fox News bemutatta azt, ez Fox hírek egyébként, bemutatta egy másik szóval a képek, amikről beszélt, az másik kórházhoz tartoztak, mint amiről a tudósítás szól. Gyakorlatilag az egész egy manipuláció. És aztán azt mondják, hogy az a kórház, ami ugye nincs is lerombolva, hanem felhasználtak egy másik épületről készült felvételeket, azt az orosz, illetve a szír csapatok támadták meg, miközben a terroristák robbantottak fel egy teherautót. This goes to show how much the media has been lying from the very beginning about Syria and continues to lie. When I went to Aleppo, I spoke with the Aleppo Medical Association. They comprise 4,160 active and registered doctors. 4,100 regisztrált orvos az, amennyi van jelenleg Szíriában. Ugye ő beszélt az orvosi szövetséggel. More lies in the media have said the last doctor in Aleppo, the last pediatrician in Aleppo. Of these over 4,000 doctors, 800 of them are specialists. És ugye gyermekorvos, a médiában az a hír jelent meg, hogy elfogyott a gyerekorvos Szíriában, miközben a 4100 orvos közül 800 az specialista ezen a területen. So you can see that when the media talks about Aleppo, it's talking about areas that were occupied by terrorists. And it's completely negating the suffering and the will of the Syrian people in greater Aleppo. És a probléma ezzel kapcsolatban az természetesen, hogy mindaddig, amíg mi hazugságokat hallunk, addig ott valós emberek azok, akik szenvednek. És bár
Én arról beszélek mindig, hogy ez az egész egy átverés, illetve egy hoax. Én azt mondom, hogy a történet, ami hozzá kapcsolódik, az egy átverés, vagy egy hoax. Én azt sosem mondtam, hogy ezeknek az embereknek a szenvedése az nem valós. Az, hogy a terrorista cselekmények, amiket mi látunk a nyugati világban, az egy másik történet. De ezek a háborús állapotok, ezek abszolút valósak, legalábbis egy részük. És a probléma az a hazugságokkal, hogy így azok az emberek szenvednek, és közben mi egy másik világban élünk, és nem, az emberek nem képesek kapcsolatot teremteni a valósággal azért, mert hazugságban élünk. Szóval egy alternatív világban, egy álomvilágban éli le az emberiség az egész életét. Kialakul egy kép bennünk arról, hogy mi történik ezeken a területeken, hogy ezek az emberek csak ott robbangatnak, meg őrültek, meg mit tudom én, ők fanatikus muszlimok, meg ezek, meg azok, meg amazok, és közben mindaz, amit mi tudunk erről a világról, az hazugság. Minden egyes eleme. Szóval, ha amikor valaki azt mondja, hogy ilyen muszlim, meg olyan őrült, meg ilyen fanatikus, meg mit tudom én mi, akkor az egész véleménye, ami kialakul a fejében erről, az tulajdonképp az álomvilágra épül. Szóval, ha valaki nem néz utána ezeknek a dolgoknak, akkor azt gondolhatja, hogy ami a médiában van, az a valóság. Ezért fektettem akkora hangsúlyt arra, hogy megmutassam az embereknek, hogy a média hazugság, mert hogyha az információ valótlan, amit mi értünk a világról, akkor hogyan formál az ember véleményt arról, ami körülötte van, hogyha az egész egy hazugság. Van egy különös szellemiség a hazugságban. Egy erő, ami irányítja ezt. És ez az erő, ez a hazugságból táplálkozik. Úgyhogy mindaddig, amíg mi hazugságoknak hiszünk, és azokat terjesztjük a kommunikációnk során, akkor része vagyunk annak a problémának, ami életben tartja ezt a rendszer. A hazugságnak a gyógyszere, vagyis az a, amivel lehet gyógyítani a hazugságot, az az igazság. Úgyhogy mindenki, aki tudja az igazságot, annak az a feladata, hogy ezt eljuttassa minél több emberhez, mert akkor az emberek képesek lesznek majd véleményt formálni az igazság alapján. Nem lehet megállítani vagy legyőzni ezt az erőt, de ki lehet belőle embereket szedni. És amit szeretnék megmutatni, hogy mennyire úgy van, ahogy én azt a kezdetektől fogva mondom. Ezek azok a cégek, amelyek a híreket irányítják. Ezek már nem... Ami a képernyőn remélhetőleg látható, egy pillanat. Aha. Ez már nem pusztán a média cégek, úgy, mint a Disney, meg ezek. Ezek hírszerző vállalatok tulajdonképpen. És ez az, ahogyan felépül ez a rendszer. Az AP, ez Associated Press, és a Reuters, ez a másik. Ez a kettő, ahonnan ezek a, ahogy jön föntről lefelé a háromszög, vagy nem is tudom, minek hívják ezt, ez ahogyan szépen a hírek megoszlanak a különböző csatornákon. A legtöbb hír, illetve a forrása a legtöbb hírnek az Associated Press, a Reuters, illetve Bloomberg, és ez a másik, ez az AFP, azt hiszem ez a francia hírügynökség, de nem vagyok benne biztos, hogy ez az. Szóval ez ahonnan mindenki kapja tulajdonképpen a hírt. Úgyhogy ha azt gondolja valaki, hogy az MTV,
úgy mint a magyarok, vagy akármelyik más országnak ott vannak a képviselői ezeken a helyeken, és akkor ők onnan tudósítanak, ez egyáltalán nem így van. Ezeket a produkciókat, amiket mi hírekként megkapunk, ezeket az Associated Press, illetve a Reuters, vagy a Bloomberg, illetve az AFP az, aki nagy részt előállítja, illetve közli a többi céggel, ami Amerikában az a 6, amit megnéztünk az előbb, Európában azt hiszem, hogy szintén 5 vagy 6, és utána azok továbbítják annak a sok száznak, amiket mi úgy ismerünk, mint a magyar hírügynökség, vagy a román, vagy az ukrán, vagy a mit tudom én mi. Gyakorlatilag az egész világ egy ritmusra jár. Ezért van az, hogy meg van bolondulva az egész emberiség egyszerre. Mert minden, amivel kapcsolatba kerülnek, az egy központból ered, ami a hazugságnak az atya az, aki ezt az egészet kitalálja. Ő az, akit az emberiség úgy ismer, mint Hásatán, vagy az ellenség. Ő az, aki kitalálja ezeket a dolgokat. Az ő csapata, az emberiség együtt dolgozik ezekkel, és ezért van az, hogy úgy tűnik, hogy minden olyan gördülékenyen és simán halad, és minden fogaskerék egyszerre forog és mozdul. Akármerre megy az ember. Mert egy erő az, ami irányítja azokat, akik kapcsolatba kerülnek vele. A legtöbb ember csak a hazugsággal kerül kapcsolatba, azonban ahogy egyre följebb és följebb haladunk ebben a piramisban, vagy ezen a piramison, a lépcsőkön, egyre közvetlenebb kapcsolatba lehet kerülni ezzel az erővel. És annak megvan az ára, és annak az az ára, amit látunk ma a világban. A pusztulás, a hazugság, meg a szenvedés és a halál. De egyébként, amire ki akartam térni, az jobb alul található az Infowars, ami egyébként Alex Jonesnak a csatornája, ami része ennek a nagy rendszernek. Szóval akkor mégis ki az, aki irányítja még az alternatív, úgymond az alternatív hírforrásokat is ők azok, akik birtokolják. Ezért mondom azt, hogy akarják, hogy tudják az emberek az igazságot. Legalábbis egy részét. Egy részét mindenképpen. De annyit, amennyit ők engedélyeznek, és amennyit ők úgy gondolják, hogy nekünk tudnunk kell. Ezért hozzák létre ezeket a csatornákat. Úgy, mint Infowars, vagy Russia Today, de az összes többi. CCTV Kínában, de az iráni, elfejtettem a nevét, hogy mi az, de Iránban is van egy alternatív média csatorna, a Young Turks, teljesen mindegy. Az összes, ami alternatív média, azt is ők irányítják, legalábbis az ismertebbeket. És akkor így kontrollálni lehet azt is, ami úgynevezett összeesküvés elmélet. Sőt, manipulálni lehet az embereket azt szerint, ahogy ők azt szeretnék, azáltal, hogy kik azok a karakterek, akik vezetik azokat a csatornákat. Mert egy olyan őrült, mint Alex Jones, az például rengeteget árt magának az idézőjelbe tett igazságmozgalomnak, hiszen az emberek egy őrülttől kapják meg az információt, és azt fogják mondani, hogy mindenki, aki ebben hisz, az egy őrült gyakorlatilag, mert olyan, mint ez az idióta. Mert hogy ő ugye az. De megmutatok még egy dolgot, ha már itt tartunk. Ez az IANA, ENA, vagy ENA országok, illetve, bocsánat, szövetségek, ez a European Alliance of News Agencies, az az európai hírügynökségek, hát egyesülete vagy szervezete tulajdonképpen, amiről itt szó van, és ezek azok a hírügynökségek, amelyek ennek tagjai. Gyakorlatilag ezek a híreket megosztják egymás között.
nem elmennek abba az országba, vagy oda a helyszínre, vagy report, vagy ezek. Az Associated Press, Reuters, Bloomberg és az AFP megszerzi a híreket nagyjából, és aztán azok ezt árulják úgy, mint egy árucikket. És így egyszerűen lehet az információt kontrollálni. Itt vannak a tagországok, illetve a tagszervezetek. Most nem akarok mindegyikbe, de így van ez a francia hírügynökség egyébként, ez az AFP, ez az egyik ezek közül, de teljesen mindegy, ez az orosz hírügynökség, a TASZ. Kinek melyik a szimpatikus? És akkor így egyszerű az információt ellenőrizni és manipulálni úgy, ahogyan ők azt akarják. Ha valakinek kétsége van afelől, hogy az országok együtt dolgoznak, akkor most már láthatják, hogy a dán hírügynökség ugyanúgy, ahogyan a norvég, a finn, mind Azerbajdzsán együtt dolgozik annak érdekében, hogy az egész világot megtéveszik. Pontosan úgy, ahogyan azt a kezdetétől mondtam, nem csak én, hanem mindenki, aki érti ezt a valóságot. Ez egyébként az osztrák hírügynökség. Gyakorlatilag az összes európai ország itt megtalálható. Ukrajna szintén. Valahogy magyart nem látom itt, de... Ja, de... Ez a magyar hírügynökség. Naphegy tér 8, Budapest. Tessék. When I was in Aleppo in July, I got a taste of some of the bombings by these terrorist factions. There was an explosion about half a kilometer away at Hatat Baghdad, and I don't know how many people were killed that day, but it was close enough that it was a massive plume of smoke. About 5 minutes later, an explosive bullet fired from an area occupied by terrorists landed about 15 meters away from where I was. If it had hit parked cars, I was there with a delegation of Western journalists, including from the New York Times, LA Times, BBC, etc. On November 3rd, there were a series of attacks throughout the day with Grad missiles, explosive vehicles, and other explosive bullets and snipings. By the end of the day, 18 people, civilians were murdered and over 200 were injured, including critically. Ugye, amiről beszél, az különböző terrorista támadások, mindenféle bombák, illetve robbanó lövedékek az, amiről beszámol. We were at the Al-Razi hospital, which is one of the main hospitals, and we saw the maimed people pour in. And this was just one day of many of endless days in Aleppo. Amit ki akar ezzel fejezni, az, hogy ők pont a kórházban voltak, amikor látták azt, ahogyan áramlanak be ezekből a támadásokból a sebesültek, és ez csak egy nap, és gyakorlatilag minden egyes nap ez történik Aleppóban. Meg mindazokon a területeken, ahol ez a harc zajlik egyébként most. On November 4th, we were at the Castello Road Humanitarian Crossing. This was a day that was meant to allow the people in eastern areas of Aleppo that were inhabited by terrorists to evacuate. And this was not... És az egyik csomópontnál tartózkodtak, amikor pontosan abban az időszakban, amikor ugye a tűzszünet segítségével lehetővé tették volna a kelet Aleppo lakosságának, hogy elhagyja azokat a területeket. First time on prior occasions, Syrians and the Russians had opened 8 humanitarian corridors to enable people to leave. These were attacked by terrorist factions heavily. És úgy, hogy korábban az orosz, illetve a szír erők egyébként, ennek utána nézhet mindenki, én erre emlékszem még, amikor elkezdtem ezt az egész kutatást, ez 2012-től 2014-5-ről beszélő, azt hiszem, de egészen korábbról, amióta megy ez a háborúskodás Szíriában, az oroszok már 8 alkalommal létrehozták ezeket a folyosókat. Ez a folyosó úgy néz ki, hogy egy szakasz, egy sáv, amit azok a felek őriznek, akik megállapodnak a tűzszünetben, és ez a folyosó lehetővé teszi a két terület lakosságának, illetve hát a háború által sújtott terület lakosságának, hogy azt elhagyja békés úton. Ennek ellenére, hogy ezek létrejönnek, ezek a folyosók, ezeket folyamatosan a terroristák támadás alatt tartják, az egyességek ellenére. Even that day on November 4th, the Castello Road crossing was attacked twice with mortar shelling when we were there and 5 times afterwards. Clearly,
És hat alkalommal, mikor ők ott voltak, az a folyosó hat alkalommal volt támadás alatt abban az időszakban, ami nyitva volt. There has been political will and intent by the Syrian government and its Russian allies to és Oroszország és Szíria hajlandó lett volna arra, hogy biztosítsa ezt. Enable civilians to leave, minimize any hogy a civilek el tudják hagyni ezeket a területeket, illetve minimálisan csökkentsék a civil áldozatoknak a száma. Sort of loss of human life. Clearly, the terrorists that declare themselves liberators of Syria do not want people to leave. És az érdekesség az, hogy a terroristák ugye azt mondják, hogy ők Szíria felszabadításáért harcolnak, és ők voltak azok, akik ezeket a támadásokat végrehajtják. Holding civilians hostage, and if you're following reports that are not BBC and that are not New York Times, you will see countless testimonies of civilians, of the 100,000 civilians who've been liberated the last week, saying, thank God for the Syrian Arab army that liberated us. És az a 100,000 ember, aki kijutott ezeken a folyosókon, azok a szíriai hadseregnek, illetve hát az orosz szövetségeseknek köszönik azt, hogy ők életben vannak, és el tudták hagyni ezeket a területeket, annak ellenére, hogy a terroristák, akik állítólag a felszabadulásért küzdenek, mindent megtesznek azért, hogy ez ne következhessen be, hiszen a háborút egyszerűbb számukra megvívni akkor, hogyha civil túszok állnak rendelkezésükre. And the terrorists were hoarding food, they were preventing us from having food. This is all documented. És a terroristák azok, akik elveszik, akik az élelmet visszatartják a segélyszállítmányokból, annak érdekében, hogy megnehezítsék a lakosságnak az életét. Also documented are that areas in these areas occupied by terrorists, including a school, were housing chemicals used to make chemical weapons. And you could see also the gas canisters that were used to make explosive gas canister bombs. In fact, even when I was in Leramun, we saw a factory in one of the buildings that was used to make gas canister bombs. És a terroristák az iskolákat, illetve a különböző épületeket használják fel annak arra a célra, hogy ott előállítsák ezeket a különböző bombákat, illetve gáz támadása alkalmas fegyvereket. In Leramun, we also saw evidence of the so-called pre-Syrian army that some people say doesn't exist anymore. The 16th Brigades was active there. They had a cell underground, three stories below, that was perfectly in destruction in Aleppo, as if the physical destruction matters. It's the people that the Syrian government and the Syrian people care about. And the destruction in areas occupied by terrorists occurs because the terrorists are bunkering below ground, come up above ground, fire their bombs on civilian populations, and go back below ground. És a nehézség az, mármint olyan értelemben, hogy a tudósítás szempontjából azért olyan egyszerű, illetve azért képesek a terroristák rejtve maradni, mert föld alatti bunkereik vannak, és onnan intézik a támadásokat, szóval előjönnek, amíg megtámadják a különböző célpontokat és a civileket, és utána oda-vissza menekülnek, szóval így eltűnnek szem előtt. I just want to address a few other myths. Some of the myths that have been about Aleppo and Syria in general have been that the Syrian government and army are starving the population. Again, I refer to testimonies of people, even people I met with in November. Úgyhogy ezek a tények, amiket eddig elmondott, ezek egyértelműen cáfolják azt, ami a tudósításokban megjelenik Assadról, illetve a szíriai hadseregről és a szövetségeseikről, miszerint ők azok, akik az embereket éheztetik. November, I met with a family of displaced people from Al Halak, which is north of Bustan al Pasha, which was an area, both areas occupied by terrorists. At that time, when I met them on November 10th, he told me that they had fled along with about 40 others on about 20 days prior, and that they had tried twice prior to flee, but they were prevented violently so from doing so by the terrorists that inhabited those areas. This is the case, these are the testimonies coming out of Aleppo now, people saying, we tried to flee, they wouldn't let us, they shot at us. They're all. És az emberek, akik túlélők, illetve képesek voltak elhagyni ezeket a területeket, azok is beszámolnak erről, de akikkel ő ezeken a területeken beszélt, azok is, hogy a terroristák azok, akik nem engedik őket, hogy a területeket elhagyják, pontosan a korábban említett okok miatt. Also videos showing people who did manage to flee coming under fire and the Syrian army actually protecting them, acting as human shields. És a szíriai hadsereg az, aki védelmezi ezeket az embereket. De az érdekesség az, hogy aki követi ezeket a híreket, most az mellett, hogy nyilván mindenki tudja, hogy hazudnak. De ahogy mi halljuk ezeket az eseményeket, az, hogy az amerikai Egyesült Államok, a szövetségeseik, az EU, Nagy-Britannia harcolnak Assad és az oroszok ellen, hogy felszabadítsák Szíriát.
Úgyhogy akinek esetleg nem esett le ez az elmúlt egy órából, az azt szerettem volna kihozni, hogy mi azt halljuk a hírekben, hogy az amerikaiak és a nyugati országok azok, akik szeretnék felszabadítani Szíriát Assad uralma alól, ami tulajdonképpen egy diktatúra, és milyen borzasztó az emberek sorsa. Szóval azok a terrorista csoportok, akik Assad ellen harcolnak, azok mind a nyugati országok szövetségesei kellenek, hogy legyenek. A helyzet azonban pont az ellenkezője ennek. Ez az, amiről beszámol ő itt, és az előző riportban is. So that's to say that what we've been hearing in the corporate media is not depicting an accurate image of what's happening. És ezért ő azt a következtetést vonja le, amit minden normális ember levonna, hogy az, amit mi hallunk a cégektől, a média cégektől, az nem a valóság. Media is saying that the Syrian army is attacking people, and until today the corporate media is maintaining this, even though the exact opposite is true. És annak ellenére, hogy a valóság az ellenkezője ennek, a média cégek még mindig, illetve hát gyakorlatilag a média, mondjuk fogalmazhatunk így is, hiszen minden, amit mi hallunk, az ezt támasztja alá, az a valóságnak az ellenkezőjét állítja. Azért, mert az az erő, ami a világot uralja, az a hazugság, és az a szellemiség, ami úrrá lett az egész földön, az így terjed, illetve így lesz egyre erősebb. És ennek része az oktatás, a politika, a szórakoztatóipar, a média, és a tudomány. Ezek a legfőbb terjesztője a hazugságnak. Ezért van az, hogy az egész világ tudatlanságban él. A tudatlanság az gyakorlatilag a hazugság elfogadása úgy, mint igazság. És ez az, amiben az egész világ benne van azért, mert ezeken az öt csatornán keresztül, amit az előbb említettem, a hazugságot terjesztik. Intézményesített formában terjed a hazugság évtizedek, évszázadok óta. I would ask you to follow the voices of people in Syria. Like my colleagues here said, they want you to speak the truth. They're tired of lies. They're very well aware of the lies that our media. És a szír emberek azt szeretnék, hogyha az igazságot megtudná a világ, és elegük van abból, hogy az ő valóságukról egy torz kép terjedt el a világba. Szeretnék, hogyha mindenki tudná, hogy mi a valóság. Is reporting and our human rights groups are reporting. They want an end to the violence. They don't want this war to continue. They didn't ask for this war. But as my colleague stressed, Syria is a sovereign nation. It has the right to fight against terrorism. And we know that 101 of 193 UN member states have sent terrorists to Syria to slaughter. Azt mondja most, mert le fogom játszani még egyszer, hogy 101 a 190 EU, illetve bocsánat, Egyesült Nemzetek tagországok közül terroristákat küldött Szíriába. We know that 101 of 193 UN member states have sent terrorists to Syria to slaughter. We know that 101 of 193 UN member states have sent terrorists to Syria to slaughter and destroy. So annak érdekében, hogy ott mindenféle káoszt okozzanak ezek az emberek. 101 a 190 Egyesült Nemzetek tagország közül terroristákat küldött Aleppóba annak érdekében, hogy a káoszt fokozzák. Syria is fighting a war against terrorism. És Szíria harcol a terrorizmus ellen, és ő azt mondja, és én tökéletesen egyetértek vele, hogy Szíriának joga van ahhoz, hogy harcoljon nem csak a terroristák ellen, hanem bármiféle külső megszállás ellen, ahogyan azt teszik most. It's winning in Aleppo, and hopefully either the terrorists will accept a deal to be transported out of Aleppo, hopefully they will participate in the Musalaha, the reconciliation, will lay down their arms, will take the amnesty offered to them by the government and which has been taken by thousands of former militants, and hopefully, above all, the US will stop supporting terrorism and stop funding terrorism, and hopefully above all, the US will stop supporting terrorism and stop funding terrorism. És mindenek előtt, azért játszottam le háromszor, hogy mindenki hallhassa, mindenek előtt azt reméli az egész lakosság Szíriában, hogy az amerikai Egyesült Államok abba fogja hagyni a terroristáknak a támogatását, és végre véget érhet a háború Szíriában.
will take fire, will be supported, and actually it will be impossible to fund an armed mercenaries from FSA, Ahrar al-Sham, Nouredine Azinki, and all the colors in between, because they're all the same terrorists. És remélhetőleg ez a törvényjavaslat, illetve hát ugye az ENSZ-ben ez a beadvány lehetőséget fog teremteni arra, hogy megakadályozzák a terroristáknak a finanszírozását. És hallhatta mindenki a saját fülével most, hogy mi a helyzet, és ez csak egy az aleppói helyzet. És az egész világ így működik. Mindig is így működött, és mindig is így fog. Mármint azon rövid idő alatt, ami még hátra van ebből az egészből. Azért, mert a hazugságot imádják az emberek. Mert ez az, amihez hozzászoktunk. És a legtöbb ember nagyszerűen el van ebben a hazugságban. De meg szeretnénk mutatni még egy dolgot, ez az economist.com. Arról beszélnek, hogy high wires. A wire az általában ugye a, minek hívják, a távirat, ami még úgy érkezett ugye vezetéken, és azért hívják így még mind a mai napig a hírügynökségeket, illetve hát igen, a hírügynökségeket végül is newswire úgy, mint hogy hír távirat, szóval erre utal a wire, mint vezeték. De a lényeg az, hogy ebben a cikkben ugye azt a kérdést szeretnék megválaszolni, hogy honnan érkeznek a hírek, azok a hírek, amiket mi minden nap hallunk. És arról ír itt ez a cikk az economist.com oldalon, úgyhogy ez nem is ráadásul Infowars vagy ilyesmi. Arról beszélnek, hogy a legnagyobb nemzetközi hírügynökség, azaz Associated Press, illetve a Reuters. És ezek egészen a 19. század közepéig nyúlnak vissza már, mint az ő történelmük, és ők azok, akik a híreket árulják az összes többi hírügynökségnek. Úgy, mint újságoknak, vagy rádióállomásoknak, weboldalaknak, és úgy működnek, mint egy szupermarket, mint a Tesco. A híreket újra csomagolják, és eladják azután ezek a kisebb hírügynökségek a fogyasztóknak. Ezért van az, hogy úgy tűnik, hogy különböző, hiszen mindenkinek megvan a saját előadója, a saját hírfelolvasója, de az a hír, amit felolvasnak, ebből a két forrásból jön általában. Aztán ők nyilván újrafogalmazzák, stb., de ez nem más, mint propaganda. Az a lényege annak, hogy két hírügynökségtől jön az összes hír, hogy így egyszerű, nekik csak ki kell, ők csak kitalálják a híreket. A hír az nem a valóság. A hír az egy fikció, mint ahogy láthattuk most. Ezeket okos, intelligens emberek kitalálják úgy, hogy megfelelően lehessen az egész világot manipulálni, mert tudják, hogy azután ez több milliárd ember fogja ezeket a cikkeket, illetve ezeket a híreket fogyasztani ilyen vagy olyan formában. Az egésznek a lényege az, hogy a hírek segítségével mozgósítani lehessen az embereknek az érzelmei. Akik le vannak butítva olyan primitív szinten, hogy már nem tudnak gondolkodni, és nem érdekli őket a valóság. Ösztönszinten vannak, csak az számít, amit meg lehet enni, meg lehet inni, meg amit éreznek, meg hogy minden rendben legyen. Azon kívül semmi más nem számít. Ezért van az, hogy az embereket az utcára lehet csábítani egy-egy hírrel, vagy hozzászólással, vagy tweettel, vagy akármivel. Az Associated Press és a francia hírügynökség ugye ebben a modellben operál, és még azt akarom megnézni, hogy a Reuters szintén, mármint abban, hogy ugye ők szolgáltatják a híreket, és aztán továbbadják, a Reutersről még annyit hozzátesz, hogy hatalmas
üzleti részesedést alakított ki magának azzal, hogy információt biztosít a pénzügyi szolgáltatást nyújtó cégek számára. Azért, mert ugye ezeknek a cégeknek gyorsan van szükségük pontos információra, ami ugye nagyon értékes az ő abban a világban, ahol olyan döntéseket hoznak, ami több milliárd, potenciálisan legalábbis több milliárd dollárnak a sorsáról dönt. Ugye ebbe szállt be a Bloomberg, nem is olyan régen, ami szintén egy hírügynökségé fejlődött, és világszerte egy hálózatot, irodahálózatot alakított ki. De a modell az nagyjából ugyanaz. Úgyhogy nem is megyek bele ebbe az egészbe, de láthatja mindenki azt, hogy az, amiről beszélek, minden azt támasztja alá. Úgyhogy ha valakinek ennél jobb alternatívával elő tud állni, mint hogy ezek az emberek hazudnak, akkor én kíváncsian várom azokat, de mindaddig szerintem ez egy elég összefüggő. És közben keresem még találtam itt. Azért ez egy elég összefüggő és logikus világnézet szerintem, amiről én beszélek. És nem azért, mert ezt én találtam ki, hanem azért, mert minden ezt támasztja alá. Ezt csak egyszerűen össze kell rakni. És akinek értelmet adott a teremtő, az ezt meg tudja tenni. De hogyha ha valaki nem hajlandó ezt elfogadni, nekem az is jó. Úgy értve, hogy én szeretném, ha mindenki megérteni, de hát tisztában vagyok vele, hogy ez nem lesz így, szóval hogyha egy-két embert még el lehet csípni, akkor az nagyszerű dolog. Még megnézem, hogy mi az, ami kialakult itt a hozzászólásokban, ha esetleg van valami érdekesség, de egyébként ez az, amit meg szerettem volna mutatni, és remélem, hogy a végére, meg úgy általában összeállt valami kép mindenkinek ugye erről a szituációról, ami Szíriában van, volt, illetve ami az egész világon van emellett. Oké. Okay. Jó. Ha esetleg van valami kérdés, akkor még... Akkor még várok. Hogy mi a következő lépés, vagy mi az, amire számítani lehet? Ugyanaz, amiről, legalábbis az én álláspontom, ugyanaz, ami eddig is volt. Az pedig az, hogy szépen az egész világon a szálak konvergálnak egy pont felé, és ez a pont egy esemény a jövőben, ami lehetővé fogja tenni azt, hogy ezek a különböző nem is tudom, hogy fogalmazzak, de faktorok, úgy mint a háború maga, a gazdaság, az orvosi problémák, illetve az infrastruktúrának a problémái, úgy mint az... Úgy értem az infrastruktúrát, hogy most értse meg mindenki azt, hogy az, hogy víz van a lakásban, vagy van fűtés, vagy érkezik az élelmiszer a boltba, ez mind infrastruktúra kérdése. Szóval, hogyha nincs, például ha nincs áram, akkor nincs szivattyú, akkor nincs üzemanyag, ha nincs üzemanyag, akkor nincsen élelmiszer a boltban, ha nincsen élelmiszer a boltban, akkor az emberek nagyon hamar nagyon idegesek és kétségbe esettek lesznek. Hogyha ezt egy háborúval összekapcsoljuk, akkor nagyon hamar betegségek alakulnak ki, legyengül a lakosság, akkor frusztráció, kétségbeesés. Szóval a lényeg az, hogy szépen haladunk afelé, a pont felé, amikor ez lehetővé válik. De az szerintem, akik arra számítanak, hogy ez az idén, vagy a közeljövőben lesz ez az esemény, szerintem az
Az korai, de minden lehetséges, én nem tudom. Az biztos, hogy most például hallottam, és ha nagyon gyorsan meg tudom mutatni, akkor megmutatom. De meg is találtam. Oké, ez például Szaúd-Arábia Vision 2030, ami azt jelenti, hogy az elképzelés 2030-ra, vagy a vízió 2030-ra, aminek a jele ugye ez a tízágú csillag, ez a virág, amiben benne van egy másik ötágú csillag, ami egy másik virág, 2030 az időpont, és ez a Szaúdi Királyságnak a programja ugyanúgy, ahogy az Egyesült Nemzetek Agenda 2030 szintén 2030-at tűzte ki célul. És ez, amiről itt beszél a Szaudi király, ez ugye Salman bin Abdulaziz Al Saud, aki a képen látható, ő a szaudi uralkodó, arról beszél, hogy az elsődleges célom az, hogy példát mutasson, és egy vezető nemzet legyünk mindenféle aspektusban, és együtt fogok működni veletek annak érdekében, hogy sikeres legyen ez a célkitűzés. Most pontosan, hogy mi is ez, ugye arról beszél, hogy a mi elképzelésünk az az, hogy Szaúd-Arábia az arab, illetve az iszlám világnak a szíve gyakorlatilag egy befektetési központ legyen, illetve három kontinenst képes legyen összekapcsolni. Ugye a helyéből adódóan, tehát a helyzetéből, földrajzi helyzetéből adódóan mondja ezt. Hogy pontosan mik is az ő céljaik, azt most villámgyorsan. Hát ez azért annál összetettebb, mint hogy ezt most meg tudjuk nézni, de mondjuk ha a szimbolikát nézi mindenki, akkor az elég árulkodó. Egyébként itt van egy nemzeti transformációs vagy átalakulási program, de ugyanúgy, ahogy a pénzügyi szektornak a fejlesztése, az élet minőség javítása, privatizációs program, egy közös befektetési alap létrehozása úgy, mint nyilvános, tehát az emberek számára elérhető, illetve egy pénzügyi egyensúlyteremtő program. És ezek mind a 2030-as évre vannak bekalibrálva. Hogy most melyik mit jelent, ezek tulajdonképpen propaganda elemek. Szóval ezek klisékből összeállított dolgok, ugyan ez az, ami az embereknek kell, mert ez az, amit még az agyuk fel tud fogni. Erre vannak beprogramozva, hogy mondatokat, meg szlogeneket megértsenek, de tartalmakat nem. Ezért van az, hogy mikor beszélünk egy emberrel, aki nem tudja, hogy mi a valóság, akkor nincs értelme annak, amit mond, hiszen a klisének az a lényege, hogy nincs értelme. Körülbelül olyan, mint a politikusoknak a beszéde. Igazából tartalma nincs, csak szavak. Klisék, kifejezések, szlogenek, mottók, azokból áll, össze van rakva. De az, akinek értelme van, az le tudja belőle vonni a következtetést, az érti, hogy mi az, ami egyrészt, amit akarnak, másrészt mi az, ahogyan el lehet érni azt a mai valóságban. De ez mindenki számára érdekes kell, hogy legyen. Egyébként ugye ez a közvetlen célkitűzések, ez 2020, szóval 2020, ez az életminőség javítása program, ez két, másfél év, sőt, hát lassan csak egy. Sport, a társadalomban a sport jelentőségét, illetve a sportesemények és a sportban való részvételnek a népszerűsítése, ezen kívül maga az ország sportteljesítményének mind helyi, mind pedig egész világra kiterjedő javítása, a szórakoztatásnak a fejlesztése, illetve a sokoldalúbbá tétele, hogy az
harmóniában legyen a lakosságnak az igényeivel, illetve a művészetek és a kultúrának a fejlesztése. Gyakorlatilag minden, aminek nincs értelme a sport kivételével. A lényeg az, hogy kielégítse az embereknek azt a vágyát, hogy szórakozzanak. Nagyszerűen mutatja ez a négy célkitűzés. Én nekem nincs bajom a sporttal, a sportot mindenkinek részt kellene vennie legalább annyira, hogy kimozduljon abból az állapotból, ami a legtöbb emberre jellemző, mint egy rozmár tulajdonképpen, olyan képessége van a legtöbb embernek, képes elkúszni munkába, meg a tévé elé, de azon kívül semmi. Szóval én mindenképpen benne lennék abban, hogy a sportot népszerűsítsék, de szerintem van egy másik üzenete, az pedig nem véletlen az, hogy amit a világ kultúrának, művészetnek hív, szórakozásnak, és ami sportról beszél, az mind tulajdonképpen a pogány tradícióknak a továbbvitele. Úgy a muszlim világban, mint a keresztény világban. A lényeg, kenyeret és cirkuszt, ez az, amiről beszél. Sport, hogy a szórakozás találkozzon az emberek igényével, a művészetek és a kultúra. Ez a kenyér meg a cirkusz része, ez az, ami az embereknek kell, utána nem foglalkoznak semmivel. Ők utána megtanulják a szlogeneket, a kliséket, és boldogan ülnek a tévé előtt, és nézik azt. Ez az egyik. Ők persze azt mondják, hogy ez a polgároknak a jóléte, illetve hát ez a cél. El fogunk jutni oda, hogy mindenkinek valamennyi sportot így is úgy is csinálnia kell, hiszen ugyan ez a célja nem csak a szaudi kormánynak, ez a mindenki, akit érdekel, nézze meg. Én nem szeretnék ezzel több időt eltölteni, de ez ugye a Vision 2030 Szaúd-Arábia, illetve hát a szaudi királyság, de ugyanígy van az ENSZ-nek is. A fenntartható fejlődés, ez is az oldal neve, sustainabledevelopment.un.org, azaz fenntartható fejlődés célok, és ez 2030. Úgyhogy ha valaki dátumot akar, hogy meddig, meg mit tudom én mi, akkor 2030 az egy jó időpontnak tűnik, ugyanis gondolom nem véletlen, hogy a szaudi kormány is, és az ENSZ is 2030-ra tűzte ki ezeket a célokat. Hogy mik ezek a célok, amikről itt szó van, erről már volt szó korábban, talán ez, azért mondom, hogy ez az egész világ így van kitalálva. Az embereknek csak valami olyasmi kell, ami megfogja, ami egy felületes, primitív dolog, egy szlogen vagy egy klisé, mert az beleragad az emberek agyába, a tartalom semmiképp. Csak maga az a szlogen. Ezért választották ezt az 5P dolgot, úgy mint People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership. Szóval emberek, ugye nekik ez planéta, ahol élünk, vagy egy bolygó. A prosperity, az pedig ugye a fejlődés, vagy a maga a gazdagság, a jólét, béke, úgy mint peace, és együttműködés, úgy mint partnership. Ez 5P betű, úgyhogy így ez megragad az emberek fejében. Az az, amiről ők beszélnek, hogy a szegénységet és az éhezést felszámolják, a szegénységet nem lehet felszámolni. Mindig lesznek emberek, akik csak egyszerűen nem képesek a társadalmi rendszerben megfelelni. És én nem azt mondom, hogy ezek rossz emberek, vagy akármik, de azt értse meg mindenki, hogyha az éhezést, vagy pedig a szegénységet fel akarják számolni minden formában és dimenzióban, és biztosítani azt, hogy minden ember be tudja tölteni a teljes, illetve nem is a teljes, hanem a potenciált, a lehetőséget, ami benne van, méltósággal, egyenlőséggel, egy egészséges környezetben. Ez az, amiről beszéltem, ez a szlogen, aminek nincs tartalma, ez a klisé, amiről szó van. A szegénységet, az éhezést, meg ezt a mindenki a saját lehetőségeit kiaknázza, meg méltóság, meg egyenlőség, meg egészséges környezet, ez mit jelent? Ennyi kell az embereknek. Elolvassák ezt, eddig jutnak, és azt mondják, hogy milyen jó az ENSZ, mennyire nagyszerű dolog. Nézze meg mindenki, hogy mik azok a célok, amiket ők kitűztek maguknak. És akkor meg fogja érteni, hogy mi az a világ, ami vár ránk. És
Sőt, ami még borzasztóbb az az, amiről itt beszélnek, hogy elszántak vagyunk, hogy megvédjük a bolygót a pusztulástól, fenntartható fogyasztás létrehozását szeretnénk, és termelést, ezen kívül a természeti erőforrásokat szeretnénk fenntarthatóvá tenni, és sürgős cselekvésre van szükség a klímaváltozás terén, annak érdekében, hogy a jövő generációinak az életét, illetve a jelen generációkat meg tudjuk óvni, illetve ki tudják elégíteni és támogatni tudják. Szóval ezek azok a szlogenek, amik kellenek az ember. És ezek közül mindet kivétel nélkül a rendszer okozza. De ez egy végtelen történet, szóval nem megyek bele. De ők okozzák a problémát, és aztán előállnak a megoldása. Úgyhogy ezek a dolgok, amikről itt szó van, arról nem beszélve, hogy olyan társadalmat szeretnének, ami félelem és erőszakmentes. Most ott tartunk, hogy már a verbális erőszak is megjelent, csak az legtöbb embernek fogalma sincs arról, hogy mi történik a világban, de most már a szavak is erőszaknak számítanak, ezért a szólás szabadságot is korlátozni kell. Szóval az, hogy hogy a félelem, valaki azt mondja, hogy ő félelemben él azért, mert nem azt a személyes névmást használják rá, amit ő szeretne. Ha ő azt szeretné, hogy őknek szólítsák, és valaki nem azt használja, akkor az félelem, illetve erőszak számára. Szóval, ha mindenki ér, és sőt, arról beszél, hogy egy befogadó társadalmat, ahol minden aberráció elfogadott lesz, szóval gyakorlatilag egy ilyen Szodoma és Gomorra dolgot szeretnének irányított formában, és ez az, ami lesz. És béke nélkül lehetetlen a fenntartható fejlődés, és fenntartható fejlődés nélkül lehetetlen a béke. Szóval érti már mindenki, hogy miért mondom azt, hogy szlogenek, meg mottók, meg kifejezések, meg ilyenek azok, amikről ez az egész szól. Nézze meg mindenki, hogy mit jelent a tartalom. Mi az, amit ők látnak ebben az egészben. Lehet, hogy ez megérne egy külön adás, de egyelőre ennyit erről. Szóval mindezek a hazugságok ezt szolgálják. Ezért hazudnak, hogy elősegítsék ennek a célnak a megvalósulását. Ez az, amit akarnak. Akkor ezek szerint oktatás 2030.hu, akkor még azt megnézem. Pillanat. Ez oktatás 2030.hu, valóban. A Nemzeti Alaptanterv tervezete. Boom, tessék. Azért mondom, hogy 2030 kb. Az oktatás 2030 tanulástudományi kutatócsoport 100 fős pedagógiai szakértőkből áll. Gyakorlatilag az agymosásnak a szakértői. Pszichológusokból, gyakorló tanárokból álló csapat egy éven át tartó kutatási fejlesztési munka eredményeként elkészítette az új nemzeti alaptantervet. Mióta én élek, már biztos volt minden évben egy új alaptanterv. Mivel az oktatás mindannyiunk ügye, persze, mert a jövő generációit fel kell készíteni arra, hogy jó állampolgárok legyenek, akik nem tudnak gondolkodni, és nem is akarnak gondolkodni, és megtanulják azt, hogy mit kell gondolniuk. És kérjük arra az oktatásra foglalkozó szakmai társadalmi szervezeteket, pedagógusokat, szülőket, diákokat, hogy olvassák el a dokumentumok, osszák meg velünk véleményüket, honlapunkon lehetővé tett szakmai véleményezéssel párhuzamosan folyik a tervezett társadalmi vitája, ennek keretében véleményét, bla bla bla. Úgyhogy akit érdekel, itt van. És ez már a harmadik 2030-as történet. Nagyszerű. Úgyhogy ennyit mára, és remélem, hogy valamivel hozzá tudtam járulni ahhoz, hogy esetleg azok, akiknek még nem esett le a tantusz,
közelebb kerüljenek a valósághoz, illetve hát akik értik a valóságot, talán egy másik oldalról látva ezt, illetve egy másfajta aspektusból megközelítve valamennyi érdekes információt azért csak találtak ebben. Találkozunk egy hét múlva kedden itt mindenképp, illetve hát akik részt vesznek, azokkal szombaton a Yahuwah útján a Sabbát napi adásban. Ezen kívül köszönet mindenkinek, hogyha megosztjátok a linkeket, a videókat, az nagy segítség. Sőt, hogyha esetleg az az 50 ember, aki itt van, mind lájkolná, az is szuper lenne. Fölösleges elrejtőzni, meg nem bejelentkezni, meg ilyenek, mert ahhoz túl késő. Aki felébredt, az valahogy eljutott ide, hogy izgulni fölösleges ezeken a dolgokon, viszont az rengeteget segítene. De ha nem, hát nem, nekem mindegy. A lényeg az, hogy köszönet Yahuwahnak mindenképpen azért, hogy lehetővé teszi ezt, illetve hogy segíti a munkánkat mindenféle téren. És ez a dolgok állása 2018. október 30-án. Mindenkinek a legjobbakat. Shalom, hallelujah!